A gyerekek közel 70%-a minden nap használ okostelefont vagy tabletet egy kutatás szerint, ám egyre több felmérés mutat rá, hogy ezen eszközök használata negatívan hat a fiatalok agyfejlődésére. A szülők pedig tehetetlenek és támpontok után tapogatóznak, mit és mennyi telefon vagy videójáték használatot engedjenek meg gyermeküknek. Olvasható egy internetes fórumon. A nevelők többek között ilyen problémákkal érkeznek a szülők iskolája elnevezésű előadás sorozatra, amit egy holland származású szakember tart Bátaszéken. Az alapvető dolgokkal kezdtük, hogy hogyan növekszik fel a gyerek, milyen változásokon megy keresztül, aztán azt néztük meg, hogy akkor a szülőnek milyen elképzelései lehetnek a nevelésről, és ezeket próbáltuk közös nevezőre hozni. Most meg teljesen a másik oldalról fogjuk elkezdeni a sorozatot, hogy a korszellem hogyan hat a gyerekre, hogy más korban nőtt föl a nagyszülő, más korban a szülő, más korban nő föl a gyerek, ezért a nemzedékek közötti kommunikáció sem megy mindig ilyen simán, akkor arról kell beszélni kell. Óriási jelentősége van a szülői példamutatásnak, figyelmeztet a szakember. Ha ugyanis azt várjuk el a gyerekünktől, hogy helyesen használja ezeket az eszközöket, akkor nekünk sem szabad az általunk felállított szabályokat megszegnünk. Az iskolában a tantervek sajnos nem olyanok, hogy a gyerek az iskolában megtanulná, hogy hogyan működik az internetes világ. Tehát itt a szülőknél van a felelősség elsősorban, tehát a gyereket erre rá kell nevelni, hogy milyen veszélyek vannak, mit, hogyan kell beállítani, hogy értse meg, hogy amit egyszer kiad a kezéből, az már nem az övé, bárki használhatja. Viszont az az érdekes, hogy ha nézzük a statisztikákat, akkor a szülők az, aki több időt töltenek a mobillal, mint a gyerek. Ugye a szülő adja a példát, és lehet, hogy ő panaszkodik arról, hogy milyen sokat vagy játszik a telefonjával a gyerek, akkor a szülő szálljon magába, ő hogy csinálja? Hogy étkezés közben ő is felveszi a telefonját? Hát ha ilyen példát ad, akkor mit vár el a gyerekétől? Tehát közösen meg kell beszélni, hogy mik a szabályok, arról beszéltünk tavaly is, hogy üljünk le, beszéljük meg, mik a szabályok. De akkor ezek a szabályok mindenkire érvényesek. Kirakjuk a hűtőre, és ha a gyerek nem tartja be, a szülő szól a gyereknek, de ha a szülő nem tartja be, akkor a gyereknek is van joga szólnia a szülőnek, hogy apu, most étkezünk, vagy most csakozunk, most hagyd már abba ezt a telefonálást. A 20 éve Magyarországon élő oktatók továbbképzését végző szakember gyakran tapasztalja a munkája során, hogy a szülők az iskolára hárítják a felelősséget. Már hallottam olyat is, hogy a szülőnek az lenne az álma, hogy hétfő reggel beadja a gyerekét az iskolába, péntek este megy érte, és a hétvégén csak játszani kellene vele. Uh-huh. Tehát kiszervezi a nevelést a családból, viszont a nevelés az elsősorban a családban történik meg. Ezért is kezdtük el ezt a szülők iskoláját, hogy a szülő is tanulja meg, hogy hogyan érdemes a gyerekkel foglalkozni. A mostani szülők a modern kapitalizmusban nőttek fel. Ebben a korszellemben az ideális fogyasztók élnek, akik úgy fogják fel az életet, addig tartanak ki valami vagy valaki mellett, míg a szükségletüket szolgálja, ha már nem, lecserélik. A mai gyerekekre pedig az információs társadalom hat. Ha a nagyszülő más korszellemben nőtt föl, meg a szülő, meg a gyerek, akkor ugyanazt a problémát más és más alapfogalmak alapján fogják megnézni, vagy róla véleményt mondani, hát akkor leül mind a három nemzedék egy asztalhoz, és lehet, hogy mindenki azt gondolja, hogy ugyanarról beszélünk, de nem értjük egymást. Véleménye szerint az a helyes irány, ha becsületes embernek nevelem a gyerekemet, aki ismeri a gyengeségeit, erősségeit, aki látja a felelősségét, segít másokon, így nem csak ő lesz boldog, hanem az egész közösség kerül egy magasabb szintre.